A holokauszt emlékév alkalmából a médiaszakkör interjút készített Barna István tanárúrral, iskolánk nyugalmazott igazgatóhelyettesével, Simon Wiesenthal díjjal elismert történelem tanárával. A következőkben ebből az interjúból hallhatunk részleteket. A zsidók rendkívül naivak voltak. Nem hitték el, hogy ez velük megtörténhetett. De én nyugodtan mondhatom azt is, hogy a magyar lakosság, az egyszerű emberek, és ebbe beleértem még a középosztályt is, aki nem volt politikailag tájékoztatva vagy tájékozott, az nem tudta ezeket a dolgokat. És el sem merték hinni, hogy ez megtörténhet, hogy emberek millióit vagy százezreit elhurcolják, és elpusztítják őket. Orra nemre való tekintettel, tehát egy megszületett csecsemőtől a legöregebbig mindenkit elvittek. Ilyet nem élt meg ez az emberiség, amióta emlékezete van az embereknek. Valaha volt Ázsiában, tudunk erről, de ott sem pusztították el az embereket, tehát azokat a zsidókat, akiket elgurcoltak Mezopotámiába, az Eufrátesz környékére, azokat sem pusztították el, hanem csak elvitték, kitelepítették. Tehát erre nem volt példa, és ezért nem hittek ebben. Nem akarták a város lakosságával tudatni, hogy mi történik. Na most itt van a felelőssége a magyar társadalomnak, mert itt végig a csendőrök kísérték végig a zsidókat, és hajtották a szószoros értelmében. Elképzelhetitek, hogy ide zsúfoltak össze a gyár területére 18 ezer embert. Na most nyilvánvaló, ennek vizet kellett biztosítani, WC lehetőségeket kellett biztosítani, és mondjuk a gyár tisztviselők vagy dolgozói számára mondjuk rendelkezésre állt 5 vagy 10 WC, nyilván azt a vezetőség kisajátította magának, a zsidók számára pedig latrinákat ástak. Ez a latrina, ezt úgy gondoljátok el, hogy egy 25-30 méter hosszúságú gödör, amelynek két oldala be van deszkázva, az egyik oldalon ajtók vannak, vagy mind a két oldalon ajtók vannak, és belül pedig rudak, amiben lehet fogózkodni, és a dolgát ott végezze el az ember. De nincs válaszfal közötte. Most képzeljétek el magatokat, vagy ha lányok lennétek, akkor még szörnyűbb a helyzet, hogy az a lány, aki mondjuk a Széchenyi utcán nevelkedett, és mondjuk két nevelőnője volt, egy francia meg egy német netán, akkor egymás után nyilván, akkor elgondolhatjátok, hogy ezeket a szükségleteit hogy végezte el. Szinte sehogy. Egyetlen egy csap volt, nyilvános csap számukra a gyár udvarán, ahol esetleg mostani lehetett volna, de sorváltak a vízért, és ebben a szárítóban töltötték az éjszakákat, mindaddig, míg be nem vagonírozták őket. Most megkérdezhetitek, hogy miért éppen a téglagyárba, és ha kezetekbe vesztek bármilyen holokauszttal kapcsolatos magyarországi könyvet, de ha külföldit, akkor is, mindenütt a téglagyárba vitték az embereket, mert általában a téglagyár a várostól elszigetelt, külön részen működött, nem látta a lakosság. Tehát ez is egy ilyen tudatmódosítási dolog volt. Pár ruhadarabot, egy-két pokrócot, aki tudott vinni, elszedték az aranyaikat, értékeiket, sőt, voltak olyanok, akik besúgók voltak közöttük, és külön bejelentették ezeket, bevitték és megmotozták.
és hogyha nem találtak nála, akkor addig verték, míg el nem árulta, hogy az aranyait hova rejtette el. Na most, amit el tudtak vinni, vagy amit magukkal tudtak ezek a szerencsétlen emberek vinni, azokat majd Auschwitzba, amikor megérkeztek, ott szedték el tőlük, és tulajdonképpen a ruhájukat is elvették, és itt kaptak egy egyenruhát, ami csíkos volt, többnyire a zsidók által használt imakendő, aminek héber neve Talis, ezekből varták ezeket a rab köpenyeket, és semmi mást nem vihettek el. Egy vagonban 80-100 embert helyeztek el, a vagon ajtaját lezárták, az ablakokat szöges dróttal még be tekerték, hogy nehogy esetleg kiszakítsák azt, és ki tudjanak menni. Két vödröt helyeztek el, két ilyen fém vödröt, azt régen úgy hívták, hogy cintvödör. Az egyikben víz volt, tehát 100 ember számára egy 10 literes vödör, elképzelhetitek, hogy mi lehetett, a másikban pedig a szükségleteit végezhették el. Most volt olyan leány, és ez személyesen mondta el, aki képtelen volt a szükségletét elvégezni, a szülők a kabátjukat levetették, és egy spanyol falat készítettek számára. Most május végén, abban az időben, 44-ben meleg volt, elképzelhetitek, hogy milyen volt a bent ebben a vonatban, vagy egyáltalán ebben a marhavagonban, kupéban, embertelen körülmények. És így vitték őket a tiszai pályaudvarra. A tiszai pályaudvaron nem álltak meg, hanem egyenesen mentek Hidasnémeti Vassa felé. Mindenütt magyar csendőrök kísérték őket, és Kassán cserélték le a csendőrséget német katonákra. Ugyanis Borsod megyének, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyének, Abaúj megyének a központja, gondolom ezt tudjátok, Kassa volt, és Szikszótól északabbra, tehát már nem is vagy északabbra, tehát Omba is már Abaúj megyéhez tartozik, ezek Kassára kellett, hogy menjenek. Tehát ott voltak a gettóba, Gönc, Palmaj, Novaidány, tehát ezek Garadna, ezekről a területekről a zsidóság Kassa felé kellett, hogy menjen, és a kassai gettóból szállították el őket. Most éppen lesz Kassán egy ortodox zsinagóga falán egy emléktábla avatása, ahová miskolci közösséget is meghívták, hogy képviseltesse magát, mert végeredményben Borsod megyéből, vagy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből származó zsidók is oda kerültek. Most így érkeztek meg Auschwitzba, nem tudták, hogy hová. Ez volt a helyzet. Na most az itt maradott lakosság, vagy az itt lévő keresztény lakosok is félelembe éltek. Mert aki a zsidókat pártfogolta, vagy egyáltalán akik a zsidók mellett szólni mertek, könyörtelenül azokat is elvitték. Gondolom láttatok filmeket ezzel kapcsolatban, például hivatalos, és mindenki tudja, a komáromi polgármester, illetve hát polgármester volt, az is fogta, szót emelt a zsidókat, betették a menetbe, és el is vitték. Tehát ilyenek voltak. Voltak bátor emberek is, akik mondjuk tettek a zsidókért, tehát az én édesanyám is egy ilyen volt.